Olajszentelési liturgiát tartottak nagycsütörtök délelőttjén a Vatikánban és szerte a világon. A római liturgia szerint Szentmise keretében 12 áldozó pap és 7 szerpap segédletével a püspök szenteli meg a krizmát. A krizma görög szó, jelentése kenet, olívaolaj és balzsam megszentelt keveréke. A szentelési szertartás keretében 3 korsó olajat helyeznek az oltár elé. Egyet a betegek kenetének, egyet a kereszteléshez és egyet a krizmának, amellyel a papi hivatásra kenik fel a szentelendőket. Az olaj jelképesen a védelmet szimbolizálja. Arra emlékeztet, amikor az arénában egymás ellen küzdők olajjal kenték be a testüket, hogy az ellenfél ne találjon fogást rajtuk. Így keni fel az egyház püspöke a híveit és papjait, hogy a megszentelt olaj védelmet nyújtson a gonosszal szemben. Ma délelőtt Kalocsán Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek az olajszentelési misén mondott beszédében kiemelte. Mi ezen a szent misén emlékünk által, emlékezésünk által visszaszállunk 2000 évvel előtti időbe, az utolsó vacsora termébe, a cenákulumba, ahol maga Jézus mondja azt, hogy úgy tegyük, amit ránk hagy, hogy az ő emlékezetére cselekedjük. Az az emlékezés már egy korábbi emlékezésbe kapcsolódott, hiszen a zsidó húsvéti vacsora is egy nagy emlékezés volt. Az Egyiptomból való szabadulás emlékére húsvéti bárányt vágtak, és azt elköltötték, és fölidézték az egykori történetet. Majd úgy folytatta, erre az emlékezésre építi Jézus is a maga szentmiséjét, az utolsó vacsorát, hogy mi is így emlékezzünk rá. Ez az emlékezés nem csak az ő felidézését jelenti, hanem minket is éltet. Addig élünk, amíg rá emlékezünk. A hagyomány szerint ma is a krizma szentelési szertartás keretében újították meg papi ígéretüket az egyház felszentelt papjai. Kedves fiaim, annak a napnak évfordulóján, amelyben Krisztus az ő apostolait, s minket is papságában részesített, akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket, püspökötök és Isten szent népe előtt? Akartok-e, ami Urunk Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforni, és önmagatokról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? Akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az Eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Akarjátok-e Krisztust, mint fejünket és pásztorunkat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csak is a lelkek iránti szeretettől vezettetve? Imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyetek egyre tökéletesebb képmások köztetek Krisztusnak, a papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizzen meg minket szeretetében az Úr, s vezesse minnyájunkat, pásztort és nyájat az örök életre.